szilánkokra tört üveg az óralapon, eldeformálódott számláló szerkezet, esetleg csöpögő víz. Ha télen ez a látvány fogadja a vízóra tulajdonosát, akkor szinte biztosra vehető, hogy elfagyott a mérőeszköz. A tartós hideg komoly károkat okozhat a talajban, vagy a fűtetlen pincékben lévő vízmérőkben, sőt a falakon belüli vízvezeték hálózatban is. Az Erőv Vízi Közmű ZRT felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a vízmérőket fagy ellen próbálják megbiztosítani. Házilag is megoldható fagy elleni védelmet meg tudják oldani a fogyasztók, például hungarocellel, kartonpapírral, valamilyen rongy darabokkal. Nagyon fontos az, hogy ellenőrizzék a tél folyamán többször sűrűbben a vízmérő aknákat, hogy az aknafedlapok rendben jól záródnak, nincs esetleg víz az aknában. A régióvezető azt mondja, fontos, hogy a tanyák hétvégi házak vízóráit többször is ellenőrizze a tulajdonos, ugyanis az elfolyt víz nem feltétlenül a talajban szívódik fel. Pincébe, alagsorba is bejuthat, így okozva károkat. Extrém esetben akár a ház is megsüllyedhet. A vízóra megóvása a tulajdonos feladata, ezt kormányrendelet írja elő. Ugyanúgy, mint ahogy a tönkrement óra cseréjének a díja is az ügyfelet terheli. Költségeket tekintve, ugye, mivel hogy a fogyasztónak a feladata, a vízmérőknek az állag megóvása, karbantartása, valamint a fagy elleni védelme, ezáltal egy-egy elfagyás esetén sok vagy több tízezer forint is lehet ennek költsége. A vízmérő árát ki kell fizetnie, a hitelesítési díjat, az elfolyt víz mennyiségét. Az Erőv munkatársai azt kérik, ha valaki azt tapasztalja, hogy elfagyott a vízórája, mindenképp hívjon szakembert. Ne házilag oldja meg a problémát, ugyanis ezzel többet árthat, mint segíthet.